A tegnapihoz képest az időjárás nagyon kegyes volt, akkor nagyjából rengeteg víz fogyott el, tehát a kísérőautókból meg mindenhonnan kifogyott az összes kulacs, és egyszerűen alig tudtunk frissíteni is. Úgyhogy a mai nap az időjárás az jó volt. Karl Ádám volt ugye már is a kiemelt emberünk a sprintre. Én elég jól éreztem magamat, úgyhogy eddig talán ez volt így a legjobb nap számomra. Két éve már rajtoltunk onnan Sárospatakról, és ugyanígy ázva indultunk, úgyhogy ismerős volt a szituáció. Igazából mindenki ilyenkor óvatosabban közlekedik. Hál' Istennek én pont rajt előtt felraktam ilyen hesős gumikat, úgyhogy a tapadással nem volt probléma. Igazából a tegnapi után egy kicsit nyugodtabb napra számított mindenki, ugye hamar elengedték az elmenést is, és akkor utána felálltak a nagyobb csapatok. Itt a vége fele, egy 40-essel a vége előtt azért elkezdődött a csiki-csuki, ugye a pálya is olyan volt, illetve azért a csapatok is már próbálták helyzetbe hozni az embereiket. Igazából az nem volt olyan nehéz nap, a nagy csapatok végig kontrollálták a versenyt. Igazából számunkra ez jó nap volt, mert végre a sprinterünk top 10-ben végzett, illetve Alexandro Fancello az elmenésben is benne volt, úgyhogy abszolút meg lehetünk elégedve.